Ingatlant keresnek az egyik nyíregyházi ingatlan közvetítőnél, folyamatos az érdeklődés a lakások, a házak iránt. Inkább a használt ingatlanra vesznek fel hitelt a fiatalok, a családosok. Az otthonteremtési támogatásokat vidéken is kérik, növekedett a pénzintézeteknél, a kihelyezett hitelek mértéke is, országos átlagban 5-10 milliót vesznek fel lakásvásárlásra a családok. Előleg csok és hitel. A leggyakoribb, hogy ilyen részletekben teljesítik a kifizetést lakásvásárlásnál. Ha az ingatlant hitelből vagy támogatott hitelből szeretné megvásárolni a vevő, célszerű pénzügyi közvetítő segítségét kérni, hiszen a piacon sokfajta konstrukció van, nem mindegy, melyik a legelőnyösebb a vevő számára. Első körben mindenféleképpen egy úgynevezett előszűrés történik, amikor megnézzük, hogy az illető hitelképes. Ha hitelképes, milyen kondíciókkal, milyen típusú hiteleket tud felvenni, és melyek azok a bankok, amelyeknél a legkedvezőbb lehetőségei vannak. Ez mindig személy és ügyletfüggő. Fontos, hogy a vevő az adásvételi szerződés megkötéséhez a banki hitelminősítést minél hamarabb beszerezze, majd pedig általában 10% vételár előleget vagy foglalót ad át az eladónak. Foglaló az egy szerződéses biztosíték. Ez az eladót is és a vevőt is biztosítja arról, hogy ez a szerződés teljesedésbe fog menni jó esetben. Ugye, ha az eladó megkapja ezt a foglalót, akkor gyakorlatilag ezt az ingatlant már nem értékesítheti másnak. A vevő pedig ugye megnyugodhat, mert megtalálta ezt az ingatlant. Amennyiben nem megy teljesedésbe a szerződés, akkor ennek van egy jogi szankciója. Ha az eladó oldalán merül fel bármilyen ok, ami miatt nem megy teljesedésbe a szerződés, tehát azt mondjuk, hogy az eladó hibájából, akkor kétszeresen köteles visszafizetni. Ha a vevő eláll az adásvételtől, elbukja a foglalót. Az ingatlan adásvételi szerződést a PTK szabályozza, ügyvéd jelenlétében kell írni. Fontos az ingatlan árának teljesítését is rögzíteni a szerződésben, hogy ne legyen csúszás. Ha csok van, az nem hosszabbítja meg a hitelnek az átfutási idejét, és a folyósítást az általában egy olyan 4 hét, ha hitellel együtt van, akkor is. Akkor lehet jelentősége ennek a határidőnek, ha mondjuk terhelt az ingatlan, ha esetleg több teher van rajta. De ezt is, hogyha nagyon jól előkészítjük, akkor tudjuk tartani az általunk megjelölt határidőket. A teljes vételár kifizetését követően az új tulajdonosnak be kell jegyeztetnie magát az ingatlan nyilvántartásba a földhivatalnál. Így alakulnak a lakáspiaci tranzakciók itthon 2001 és 2016 között. 2003-ban járt a csúcson a lakáseladások száma, a növekedés 2015-ben indult el újra. Évente 1,5%-kal több ingatlanadásvétel történik országosan.